Én is köszöntelek szeretettel benneteket, és örülök neki, itt lehetünk együtt, és most Isten igéje köré gyűlhetünk. Legfőképpen pedig az élő ige köré, Jézus Krisztus köré, és nem csak a betű köré. A római levélből szeretném, ha olvasnánk néhány igeverset indulásképpen a mai témánkhoz, meg a hét témájához is. Ehhez illeszkedünk a római levél 10. fejezetéből, a 9. verstől a 17. versig. Álljunk most még föl, ezt kérem, míg felolvassuk Isten igét, és így fogadjuk, így hallgassátok ti is. Római levél 10. fejezet 9. versétől a 17. versig. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallás, hogy üdvözöljünk. Az írás így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkező mindenkihez, aki segítségül hívja. Mert megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, azaz megszabadul. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva. Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja. Uram, ki hitt a mi beszédünknek? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által. Amen, eddig az ige, foglaljátok helyet. Pál apostol maga a megtérésében is nagyon erőteljesen átélte az Isten szent lelkének munkáját. Amikor megtért, az ő megtéréséhez egy rendkívüli találkozás vezetett. A damaszkuszi úton találkozott a názáreti Jézus Krisztussal, és ez a találkozás kiütötte őt teljesen. Pál apostol a találkozás előtt is elképzeléssel rendelkezett az Istenről, akit ő a maga elképzelése szerint követett. És ahogy ő követte az ő Istenét, erre bátorította azokat is, akik vele mentek Damaszkuszba üldözni a keresztényeket. Tehát az a megértés, fölismerés, ahogy mi ismerjük az Istent, az hatással van arra nézve, hogy mit teszünk, mit mondunk, hogyan éljük a keresztény életünket, sőt azokra is hatással van, akik bennünket követnek. Az apostol azt mondja ebben az ige szakaszban, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. Ki lesz vetítve majd a... Akkor hadd lássuk. Köszönöm szépen. Ez is nagyon jó. Egy megdöbbentő igét hoztam nektek az ősvilággal kapcsolatosan, mondja maga Isten. Noé korában, amikor Isten letekintett a mennyből, a szívében hoz egy értékítéletet az akkor élő emberek szívéről és gondolatairól. Ez rendkívül fontos bibliai igazság, amit itt láttok. Hadd hozzam a teremtéssel kapcsolatos kinyilatkoztatását a Bibliának a János evangéliumából, ahogy János föltárja előttünk, összekötve a teremtést az új szövetségi evangélium hirdetéssel és az új szövetségi új teremtéssel. Tehát gyakorlatilag az ős világban, amikor az Isten megteremtette az embert, János apostol, amikor az evangéliumát írja, azt mondja, kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És máshol Pál apostol azt mondja, hogy minden által a benne és ránézve lett. Értsétek azt meg, hogy az evangélium egy új kezdet, egy új teremtés. Valami újnak a kezdete. Az evangélium az olyan hatalom és olyan erő, mint amikor az Isten megteremtette a látható világot. Olyan hatalommal hoz létre az evangélium egy ember bensejében egy új dolgot, mint ahogy az Isten a nem láthatóból létrehozta a láthatót. Ezért mondja az írás, hogy Krisztusban van új teremtés. A régi elmúlt és egy új jött létre, egy teljesen új, egy vadonatúj, egy más, semmihez nem fogható, nem hasonlít ahhoz, ami volt előtte. Ha te találkoztál Jézus Krisztussal, és újjászült téged a Szent Szellem és az ige által, akkor te egy más ember vagy. Egy új ember vagy. Isten így lát téged.
mégis többször találkozunk még a régivel. A János Evangélium 1.9-ben ezt olvassuk. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A léleknek a halála a sötét. Ugyanis az ember szíve az lát, ha kap fényt. Az ember szíve érzékel, ha kap világosságot. Az örök halál a sötétség helye. Amikor nem tudod, mi következik. Nem érzékel semmit, és nem jut reményteljes gondolatokra. Eljött a világosság ebbe a világba, hogy felismerése jusson az ember. Legfőképpen Istennel kapcsolatban, de önmagával kapcsolatosan is. Az ős világban az emberről ezt mondja az Isten igéje, az 1 Mózes 5.6-ban. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. Érzitek ennek a súlyát? Tudtátok azt, hogy ti, ha az Úr gyermekei vagytok, akkor ti a kor Noéi vagytok? Te a kor Noéje vagy. Te a korod profétája vagy. Te a korod evangelistája vagy. És tudtad azt, ha te még nem vagy az Úré, akkor azok közé tartozol, akik kint maradtak a bárkából? És hív téged Isten, hogy legyél részese a szabadításának? Ha kicsit érlelitek ezt a gondolatot, amit le van írva a Bibliában, azt mondja, hogy a szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Röviden térjünk ki arról, amit a Biblia szívről mond. Az emberi szív az élet központja. A fizikai szív magába szívja a vért, az éltető testnedvet, és az erezeten keresztül bepumpálja a szervezetbe. Ezt megcsinálja a percenként 70-szer, 75-ször az életedben. Hogy élj! Ugyanilyen a szellemi szíved. Minden, amit látsz, amit érzékelsz, az érzések, a gondolatok, a mondatok, a szavak, a reakciók, azokat begyűjti, és belenyomja a lelkedbe. És benne történik valami, egy értékítélet. Hozol egy döntést, hogy amit kaptál, amit hallottál, az a mit kezdjél. A különböző érzékelések által kialakul a gondolat, a gondolkodás. Nem tudom, megfigyelted-e már magad, hogy úgy vagy megalkotva, hogy amikor hallasz dolgokat, vagy érzékelsz dolgokat, belül elindul egy belső kommunikáció. Ez nem azt jelenti, hogy bolond vagy, hanem azt jelenti, Isten így alkotott meg. A Biblia erről azt mondja, hogy a szívben szólni. Mikor azt mondja, a bolond az ő szívében, nincs Isten. Nem hangosan mondta ki, hanem belül érzékelt valamit, és magában megbeszélte, hogy ő arra jutott, hogy nincs. A teremtmény a teremtőről. Ezért mondja a Biblia, hogy bolond. Aztán a bolond gazdag. Sok javam van, mert jó termés gyűjtöttem be. Magtárakat építek, és azt mondom a lelkemnek. Egyél így áll, mert sok évre elegendő javad van. Bolond. Még ma elkérik a lelkedet, mit kezdesz akkor javaiddal? Tehát van egy belső kommunikáció, és az evangéliummal kapcsolatban pontosan erről beszél a Biblia. A hit hallásból van, a hallás pedig az Istennek a beszéd által. Azaz, amikor hallod az evangéliumot, két dolog történhet. Beszívod magadba az Isten üzenetét, és elkezdesz játszani a gondolattal. És hozol magadba egy döntést. Elfogadod, nem, bolondság, nem, komolyan beszél Isten, nem beszél komolyan, majd még ráérek, mit mondanak a haverok, mit mond a sátán, mit mond a világ, milyen elvárások nehezednek rám az emberek részéről, miről kell lemondani, ha megtérnék. Ugye játszol a gondolattal. És hadd mondjam nektek, hogy ez a gondolat, ahogy a szívdobbanás, ez így végigfut rajtad. Nagyon sok esetben ezek a gondolatok pillanatok alatt megtörténnek bennünk, és pillanatok alatt hozzunk döntéseket magunkban. Mint ahogy a szívünk dobog. Hogyan higgyenek, ha nem hallották? Hogyan hallják, ha valaki nem hirdeti nekik? Hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Milyen érdekes látod, hogy egy helyen ülünk, és a szívedben
lehet, hogy teljesen másképpen hallod, amit én mondok, mint a melletted ülő. Miért van ez? Jeremiás próféta könyvében azt olvassuk, az előző szlájdon van még, az ige, alul. Családabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Ószövetség, új szövetségben megérdemelnéd, hogy meghalj, de a fiamat adtam érted, hogy megmentselek. Egy picit, ha visszatekintetek még az ősvilág emberére, azt mondja a Szentírás, hogy minden, ami érte őt impulzusként, abból ő gonoszságot gyártott. Tudjátok, elszomorodom keresztényeken, és nézzük a fiúkat. Amikor azt mondják, hogy parázna vágyal vagyok tele, mert a lányok így öltöznek. Bocs. Amit beszívtál a szívedbe, arról ki alkotta meg ezt a véleményt benned? Hát te magad. Te magad, emlékszem, szóval voltam egy evangelizáción, és énekeltek fiatalok a színpadon, és odajön hozzám idősebb férfi, hogy mozognak ezek? Tiszta kísértés. És mondom neki, nem veled van a baj? Nem a te szíveddel van a baj? És akkor látjátok, hogy az ősvilágban, ami érte őket, amit láttak, amit beszedtek, amit érzékeltek, abból mind gonoszságot gyártottak. Miért? Mert ahogy olvastuk, a szív család és gonosz. De mondok mást. Látsz egy embert reagálni, viselkedni. Kialakítasz magadban egy véleményt róla, sokszor pillanatok alatt. Így van? Belakod valahova, a múlt tapasztalataiból, a saját értékrended szerint, a saját büszke, gőgös személyiséged szerint, elmondod, hogy ő milyen. Megkérdezem, csalódtál-e már abban, amit gondoltál egy emberről? Volt-e már olyan, hogy vetted a fáradtságot, és beszélgettél vele, és azt is meg akartad tudni, hogy miért olyan? És azt mondtad, fú, de jó, hogy nem beszéltem erről senkinek. Azt kérhetnék bocsánatot. Ha egy emberről így gondolkodsz, mit gondolsz, az Istenről alkotott képed az pontos? Tehát ami képet ki tudsz alakítani az Istenről, vagy én, az úgy tökéletes? Hány hitvita van és veszekedés van keresztények között azért, hogy az emberek oly büszkék, oly gőgösek a szívükben, hogy azt hiszik, hogy kimerítették az Istent a saját szívük szerint. Ki az, aki azt mondhatná, hogy kimerítettem az Istent? Hát az, aki azt mondja, hogy egy kávés kanállal kimerte az óceánt. Lehet sorban állni. Kinek sikerült? Isten ismeri a szívünket. Most is. És ez egy félelmetes dolog, de ugyanakkor nagyszerű. Mert Isten a szív gyógyítója. És szeretnék ma veletek legalább odáig eljutni, hogy gyógyítja meg Isten a mi szívünket. Mert szívvel hiszünk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Hogy gyógyulhat meg a szív, hogy abban hit legyen? Azaz bizalom, feltétel nélküli bizalom az Istenben. A hit nem egy megfoghatatlan valami. A hit azt mondja, Istenem, benned bízok, teljes szívvel. Minden, ami ér impulzus, és begyűjtöm, munkanélküliség, pályaválasztás, társválasztás, házassági konfliktus, gyermektelenség vagy gyermekáldás, gyülekezeti probléma, mindent beszedem a szívembe, és arra jutok, hogy jó vagy, és benned bízok. Ezt jelenti hinni, hogy annak ellenére, ami az ember romlott szívéből gyártana, és tette a romlott szívével, míg meg nem volt, míg nem ment át a megváltás, és nem kapott új szívet, hogy a reménytelenség, a keserűség, a lemondás, a gyűlölet, a harag jött belőle, ez megfordul a hívő ember szívében. És azt mondja, Uram, mindez igaz, de te hatalmas vagy. Te meg tudod változtatni őt is, ezt a helyzeted is meg tudod változtatni. Van hatalmad, és ebből a szívből fakad az, hogy elkezdesz hitből szólni. Mert bízol, mert bízom az Istenben.
Miért? Mert megismertem őt. Hogy tudnám követni, ha nem ismerem? Hogy tudnék hinni benne, ha nem hallottam az ő szavát, nem emberek beszédét? Máté evangéliumában, a názáreti Jézus egyik beszédben, pontosabban a Máté 15-19-ben, nem a hegyi beszédben, ott is van bőségesen szó a szívről a hegyi beszédben, mert szívből származnak a gonosz gondolatok, számítgatások pontosan, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamisságú tanúskodások, hamis tanúskodások, és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Mit mond Jézus a szívünkről? Hogy gonosz. Most gondolj bele, hogy tudnál hívő életet élni? Vagy én hogy tudnék hívő életet élni a saját szívem szerint? Ha pusztán arra lennék hagyatkozva, hogy az én megítélésem szerint akarok jó hívő lenni. Hány ember fárad el a keresztény életében, vagy a kapcsolataiban, mert megpróbál a saját szíve szerint tényleg őszintén jó ember lenni. Te fáradtál már ebbe bele? Ért már kudarc, mert te megpróbáltad, őszintén. Voltál konferencián, előre jöttél, megbátorodtál. És mondja, jaj, de jó lenne. Úgy szeretném. És akkor jött a hétfő, és nem történt semmi. Sőt, minél jobban erőködtél, annál jobban elfáradtál. Jézus mond egy nagyon világos igazságot ebben az igében, hogy a tested és a lelked nem elválasztható hermetikusan. Ugyanis egy fizikai fájdalom, nyomorúság kihat a lelkiállapotodra. Így van? Én voltam sajnos már kórházban, műtét után is. Hát nem mondom, hogy dalolni volt kedvem. A friss műtöttként. És azt gondolom, hogy ez valahol természetes. Ugyanígy fordítva is. A lelkünk állapota kihat a fizikai testünkre, a fizikai állapotunkra. Nem tudod teljesen külön választani. Ezért a testi életed és a lelki életed az nem elválasztható egymástól. Hatással vannak egymásra. A szív, ami abból származik, azt teszi tisztátalanná az embert. A szív jellemzően az ember igazi lényét jelenti a Bibliában. És nem egyenlő a tudatunkkal. Miért fontos ezt felismerni? Azért, mert a tudatunk több ízben megpróbálja elrejteni, akik mi valójában vagyunk. Ezt nevezzük képodatásnak. Kaptad már magad rajta azon, hogy másnak akartad mutatni magad, mint aki valójában vagy? Az ember ezen dolgozik. És tudjátok, elképesztő, amikor elkezdünk ezen dolgozni Isten előtt. Lehetséges az, hogy egy ember az Isten előtt alakoskodik, és megpróbál eljátszani valamit, ami nem is, bizony igen. Annak ellenére, hogy Isten ismer a szívünket, nincs rejtve előttünk előtte semmi. És képesek vagyunk játszani valamit. Pál apostol azt mondja a Kolossé 3.22-ben, hogy ne látszatra szolgáljatok, mondja a szolgáknak, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Az 1 Tesszalonika 2.4-ben úgy szolgál, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívüket vizsgáló Istennek. Mennyire más, igaz? Amikor az érdekel, hogy az emberek mit mondanak rólam, vagy egyszerűen annak a tudatában vagyok, hogy Isten ismer engem. És pont. És szavak nélkül is. Gondoljatok bele, milyen fárasztó hívő életet élni úgy, hogy az ember azon járatja a szívét, a gondolatait, hogy most hogyan viselkedjek, hogy az jó legyen. Nagyon nagy baj lenne, ha a feleségemnek állandóan csekkolni kéne magát, hogy úgy viselkedjen, hogy azt vegyem észre, hogy szeret. Gáz lenne, nem? Igaz?
Vagy a gyerekemnek azon kéne gondolkodni, hogy el ne roncsa, hogy Sanyi helyett, vagy apa helyett Sanyit mond. Hogy nehogy elrontsa. Hát nem fogja elrontani, miért? Mert a szívéből meggyőződött arról, hogy az apja vagyok. És a feleségem szívéből szeret engem. Ezért nem kell gondolkodni rajta, hanem az fakad belőle. Miért? Mert van benne egy megértés. Van benne egy meggyőződés. Érthető ez? Az Istennel kapcsolatunkban pontosan azt fáraszt el, amikor nincs bennünk meggyőződés. Amikor fölveszünk olyan ruhákat, amelyek nem állnak jól nekünk. Nem azok vagyunk, akik valójában vagyunk. És tudjátok, hány istentisztelet zajlik úgy el, és mennyi gyüleket épül fel úgy, hogy játsszák az emberek azt, amiről azt gondolják, hogy hívő élet. És rövidülnek az együtt töltött idők a gyülekezetben, mert ez rendkívül fárasztó. És nem szeretnek együtt lenni hívő emberek, mert rendkívül fárasztó az, hogy mindig játszani kell valamit, aki nem vagyok. És nem akarnak együtt lenni. Nem kell kis csoport. Nem kell ima közösség. Nem kell közösség. Legyen rend, sorba imádkozunk. Nehogy valami olyan dolog történjen, amit nem tudunk kézben tartani. Azt mondja Pál apostol a Róma 2.29-ben, dicséretben az részesül, mégpedig nem embertől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem szívében a Szentlélek által van körülmetélve. Ezeknek a gondolatoknak a fényében beszéljünk a dicsőítésről. Ezért a stílusért, ahogy most itt dicsérjétek az Istent, Magyarországon az én generációm nagyon sokat küzdött. Tehát voltunk az ördög szolgái, az Úr Jézus korbáccsal verni ezeket innen ki. Tehát minden, amit el tudtok képzelni. Minden, és míg megértük azt, hogy bemerítették a dobot is, az egy hosszú történet. Tehát az, hogy a fúvószene, a minden, de ez a hangoszene, és akkor, hogy a fúvós az miért halkabb? Mégis, tehát akkor se. Jól van, akkor se. Szóval mi ezen átmentünk, és hadd mondjam nektek, hogy ha visszahallgatjátok bármelyik ígéretést még kazettákon is, amikor én beszéltem bármikor is dicsőítésről, egyetlen egy alkalmat sem találtok, amikor én stílusokról beszéltem. Soha. Hogy ez a jó, vagy az a jó. Vannak divatok. Vannak kommunikációs eszközök, amelyek megszólítanak embereket. Amelyre reagálhat a lelkük. Amelyet a szívük jobban be tud fogadni. Vannak ilyenek. Ezek sokfélek lehetnek, nyilván megvannak ebben a határok is. Személyiségből rejlő határok is, meg azt gondolom a tisztaság, a szentség, objektív értékrendjéből fakadó határok is megvannak benne. Ha azt mondjuk, és megértettük, hogy az ember szíve család, akkor mindjárt nyilvánvalóvá válik, hogyha Krisztust akarod követni, mondjuk a dicsőítésben, akkor ez nem fog menni abból fakadó, hogy neked mi tetszik. Te miben érzed jól magad? Vagy én? Tehát ez önmagában nagyon kevés. Abban sem meríthető ki, hogy mi a menő a YouTube-on, vagy Budapesten, vagy Debrecenben. Hajlamosak vagyunk rá, igaz? Ez a trendi. Hát mindenki így csinálja. Hát mi is így csináljuk. Hát a trendi az, hogy felemeljük a kezünket. Meg tapsolunk. Meg a Tócsanyi táncol elő. Hát akkor biztos, hogy ez a szellemi. Hát ennek a valósághoz semmi köze nincs. Mondok még valamit. A hátamon föláll a szőr, amikor ilyeneket hallok, hogy dicsőítés alatt felejtsd el mindazt, ami probléma. Kapcsolj ki. Tudatosan válts. És dicsőítsd Istent. Tudjátok miért? Pontosan, amiről beszéltünk. A képmutatás. Tehát pont arról van szó, hogy valamit a te tudatoddal kontrollálj le, és változtasd meg magad.
És az a helyzet, hogy bibliai értelemben ezt nem lehet dicsőítésnek nevezni. És azt mondom, inkább egy önmeggyőző puszta rítus, ami ebből létrejön. Mert csalódáshoz és a lélek elfáradásához vezet. Ezért van az, hogy emberek néha a dicsőítés alatt nem felfrissülnek, felüdülnek és hittel lesznek teljesebbek, hanem elfáradnak a lelkükben is. Értél már át ilyet? Elfárasztott. De nem megteltél életerővel, vitalitással, szent lélekkel, tűzzel, buzgalommal, hogy Uram, többet fogom, odaszánom a igeolvasásra, bizonyságtevésre, imádságra, a szent élet, elhagyom a bűneimet. Általában sok esetben azt látom a mai korunkban, nem ez lesz a dicsőítés gyümölcse. Jó volt, jól éreztük magunkat, elfáradtunk. Elfáradt a lelket. Miért? Azért, mert tudatból, az emberi szívből próbálunk valamit csinálni, amiről azt gondoljuk, hogy dicsőítés. A valódi dicsőítés azonban a Biblia eredeti kifejezésére hagyatkozva, a doxológia vagy doxa, az tükrözés jelent. Tehát alapvetően a kiinduló pontját tekintve semmi köze a mi szívünkhöz. Semmi. Nem tudod létrehozni. Nem tudsz létrehozni dicsőítő légkör, dicsőítő szívet. A legjobb dicsőítők, a legszuperebb hangszerekkel, hangzással, dalokkal sem képesek létrehozni dicsőítő légkört és dicsőítő szívet. A dicsőítés tükrözés. És tudjátok, miből fakad? Abból fakad, amikor világosságot nyelsz a szívedben a sötétség helyett. És a Szent Szellem, mint egy vaku néha, mint egy villanás, megvilágítja a golgotai kereszten szenvedő Krisztust. És látod a vérét folyni. És látod a megtört testét. És azt mondja a Szent Szellem, miattad, érted és helyetted. És amikor te ezt látod, akkor a szívedben felszakad a hála, hogy bár romlott vagyok, mégis az Isten a fiát adta értem. És elkezded Isten magasztalni, dicsőíteni, tükrözve azt, amit láttál. A világosságból fakadóan. Nem tudod Isten dicsőíteni, amíg nem találkoztál az ő fiával, Jézus Krisztussal. És igazán minden dicsőítésnek az a lényege, hogy az emberek találkoznak a názareti Jézus Krisztussal, miközben dicsőítünk. És meglátják-e őt. És tudjátok, ha elemzitek majd, nézzétek, vegyétek a fáradtságot, és elemezzétek a dicsőítő dalok szövegeit. És vizsgáljátok meg, és még mielőtt ilyen, tehát nem szeretném, ha az jönne most benne, hogy én ekézem a dicsőítést. Mert én dicsőítéspárti vagyok. Nagyon az vagyok. Halleluja, nagyon áldott testvéreink vannak, itt szolgáltak tegnap is, ma is. Áldjon őket az Úr. És nem szeretném azt se, hogy mindenki elhajgálna a hangszereit a mai naptól fogva, mert ő alkalmatlan. Nem, nem. Tehát nem ez a célom. Hanem azt szeretném, ha visszamennénk a forráshoz. Tehát Dávid, amikor dicsér az Istent, az a Krisztus látásából volt. Tudjátok, amikor Dávid létrehozza a 24 órás dicsőítést, ezt a szolgálatot, tudjátok, miből fakad? Talán felismertétek már a Bibliában, amikor bement a sátorba, leült, és azt mondja, ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy elhoztál Junyáim mellől? Tehát az nem róla szól, hanem arról, aki tett vele valamit. Mint a vakuvillanás, a fény, amikor beárad az ember szellemébe, szívébe, és Istentől nyer megértést. És ebből fakad az ő dicsőítése, imádata. Az Istentől. És akkor lehet érteni és látni, hogy amikor az Istenből indul ki a dicsőítésed, akkor nincs különbség a hétköznapi élet. Most gondolj bele, van gyereked, vagy lesz gyereked. Elmegy a gyülibe, és sikerül megreformálni a gyülekezetedet, vagy már neked ilyen dicsőítés szempontjából reformált gyülekezeted van. Oda megy a gyülibe, és akkor így dicsőítesz. Mondom, tehát én szeretek így dicsőíteni. Szeretek tapsolni, ugrálni is, de imádkozni is. Tehát nem gondolom, hogy így vagy úgy vagy amúgy jó. Értitek? Tehát ne értsetek félre. Nem elkézem, nem ostorozom ezt a részét, tehát nem a... Értitek? És hazamégy, és leordítod a feleséged fejét, vagy a férjed fejét tiszteletlenül. Akkor
akkor tudod, miről szólt a történet? Tudatosan becsaptad magad, a hamis szíved megcsalt téged a dicsőítés alatt, és nem történt semmi. És nem ezért van az, hogy sok hívő gyerek azért nem tér meg. Mert látnak valamit a szüleiken, milyen állítatosan imádkoznak, és nincs közel a valósághoz. Mert betanult emberi parancsolat. Mert az emberi szívből fakadó megértésből jön az Isten tisztelet. Nem pedig a Krisztussal való találkozásból. És hadd mondjam nektek, hogy a keresztény élet az a názáreti Jézus Krisztussal való személyes közösség. És ez lehetséges. Lehetséges. Én annyira vágytam, hogy imádkozzunk együtt, és jönnek a testvérek. Nem imádkozzunk együtt? Újjongott a lelkem. Azt mondom, Uram, halleluja! Úgy szerettem volna itt imádkozni valakivel. Hogy helyére kerüljenek a dolgok. Nem prédikálni kell, nem okoskodni kell, hanem hogy te működj, te cselekedj. Ezt pedig oda kell engedjünk. Miért? Mert van megértésünk. Mert tudjuk, hogy nem tudjuk az emberek szívét megváltoztatni. De Isten igen. És Pál apostol az Isten tiszteletében azt mondja, hogy 1 Timóteus 1.13.15, majd aztán arra is rátérünk, Krisztussal így találkozott, jól lehet előbb őt káromló, övéit üldöző, erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Figyeljetek, de bőségesen kiállott rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül első én vagyok. Ha egy kapcsolatban folyamatos önszabályozásra van szükség ahhoz, hogy az ember azt gondolja, hogy elfogadható a másiknak, abban mennyi őszinteség van? Ha te úgy beszélgetsz valakivel, hogy folyamatosan azt csekkolod magadban, hogy most azt mondhatom, nem mondhatom, tetszeni fog neki, nem tetszeni fog, mit fog gondolni, az milyen kapcsolat lesz? Igaz? Miért gondoljuk az Istennel a kapcsolatunkban, ez a játék jó? Miért nem tudunk Istennel a kapcsolatunkban azok lenni, akik vagyunk? Hát mik vagyunk? Bűnös emberek. Nagy felfedezés. Gondolod, az Isten ezt nem tudja? Hát dehogy nem tudja. Hát ezért küldte el a fiát, Jézus Krisztust. Hát itt a belépő. És pont azért, mert én elveszett ember vagyok, ezért nagyszerű az Isten. Hogy engem megváltott. És szeret engem így, hogy vagyok. És kész megtisztítani, helyreállítani, és megbocsátani az én bűneimet. Halleluja! Hát nagyszerű! Nem kell nekem jónak lenni magamtól. Az Istennek a szeretete, kegyelme, szabadítása változtat meg engem. És mert az Isten ennyire nagyon jó velem, ezért tudom elengedni a másiknak is a bűnt, a vétket, és megbocsátani. Mindez, értitek, az Istenből jön. Nem belőlem származik. Az Istenből származik. Én csak tükrözöm. De miközben Isten hatása van a szívemre, elkezdek változni. És olyan nagyszerű dolog, amikor a Szentírás arról beszél, hogy a szeretet köteléke kössön benneteket össze. Nem azokkal érzed legjobban magad, akik között nem kell alkoskodnod. Csak hogy őszinte szívvel tudsz lenni velük. Nem az a legnagyszerűbb dolog? Integes, ha egyetértesz. Tudsz felszabadult lenni. Hány család élet nyomorodik meg, mert az emberek nem tudnak azok lenni, akik. Mert játszani kell valamit. Mert félni kell. És milyen borzalmas, amikor az Istennel kapcsolatban valaki játszik. Azt gondolja, hogy ezt tetszik az Istennek, azért csinálja. És nem azt hozza, aki. Úgy őszintén. Szabad szívvel. A názáreti Jézus a szabadító. Ő azért jött, hogy megszabadítson bennünket. És ilyen nagyszerű, amikor őszinte ragaszkodás van a szívünkben. Nem tudom, vannak olyan barátaid, akikkel ritkán találkozol. De összekötötte Isten a szíveteket.
És milyen ajándék ez? Pál apostol erről ezt mondja az 1 Tesszalonika 2.17-ben. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy itt ismét lássunk titeket. Milyen szép ez a mondat. Hogy bár elszakadtunk tőletek, nem vagyunk most fizikailag veletek, de vágyódunk utánatok, hogy lássunk veleteket. Hát nem ilyen a keresztény élet? Elszakadtunk Krisztustól, a Szentlélek bennünk van, de vágyódunk utána, hogy lássuk őt. Hát ez a keresztény élet. Ez a fajta belső, őszinte, egyszerű ragaszkodás van a hívő ember szívében. Miért? Mert Isten világossága, amely megvilágosít minden embert, a sötét szívébe bevilágított. És saját elveszett, romlott állapotával szembesült, és naggyá vált számára az Isten megbocsátó kegyelme. És irgalmai szeretete. Értelmezhetővé vált számára. Megszabadította. Fölszabadította. Elhangzott, hogy DJ voltam, és amikor megtértem az ünnepel sztárból, lettem sokak szemében egy lúzer. Nem is köszöntek. Unokatestvérem úgy megharagudott rám, hogy nem akart velem beszélni. Mert nem mentem már a romlásnak, kicsapongásnak ugyanabba a posványába vele együtt, mint korábban. Később meg is mondta. De nem érdekelt. Nem érdekelt. Nem érdekelt, hogy nem keresek egy rakáspénzt. Nem érdekelt, hogy nem tudom legújabb cuccot megvenni. Nem érdekelt, hogy nem köszönnek az utcán. Miért? Mert nagy kincset találtam. És ha belegondoltok, és megint csak néhány régebbi éneket, a szövegét, tehát mondom, most nem szeretném a hithangjait visszavezetni a kisai táborokba, de egy-két szöveget elolvastok ott, van olyan, amit én se énekeltem, tehát volt, amit átköltöttem magamban, tehát énekeltük gyülekezetben, és akkor átköltöttem, mert ezt én nem éneklem, mert ez bibliátlan, tehát most nem szeretném mondani, melyiket, nem az a lényeg. No, új szívet adj, Uram, én nekem. Amely, ismerzi neked, csak te érted ég. Miért írtak ilyen énekeket? Hát volt megértésük, volt világosságuk. És ebből a megértésből, világosságból, kinyilakoztatásból fakadtak szövegek, amelyek imádságok voltak. És igazán azért örülök mindig, amikor születnek új dalok, és írnak emberek új dalokat, mert ha az úgy születik, ahogyan kell, akkor az kinyilakoztatásból történik. Tehát Isten élményből történik. Valami az Istennel kapcsolatos megértés, megvilágosodás történik a bensőnkben, és ebből fakad egy dicsőítés. Egy tükröződés, amit meg tudunk osztani másokkal és mások számára is. Építő lehet, élmény volt számára, amikor a Dillidius kiadta az ő szövegkönyvéhez a bizonyságtételeket. És elkezdték írni a Martin Smith, hogy melyik dalt milyen Isten élményből született neki. És annyira örültem neki, hogy egész másképp volt, másképpen lehetett hallgatni ezt a dalt utána, hogy ott volt mellett a bizonysága, hogy hogy találkozott Istennel. Igen, itt zsoltárok vannak. Az új szívről egy pár mondat. Tehát az ember szíve a Szentlélek által tud megváltozni. Amikor Isten fénye beragyogja az életét. Találkozik az Istennel. Ő személyesen. És meglátja Krisztust. És a Szentlélek bemutatja neki Názaret Jézus Krisztust. És remélem sikerült, és magatok is így látjátok, hogy még nem ismerjük őt. Tehát nem ismerjük úgy mindentre kiterjedően és kimerítve az ő személyét. És igenis lehet mélyebben megismerni őt. Talán régóta ismersz embereket, és még vannak meglepetések az életükben. 20 éves házasok leszünk a feleségemmel, de még vannak olyan dolgok, amit beszélünk, és még nem is hallottam. Értitek? Miért gondoljuk az Istennel való kapcsolatunkban, mi ezt letudtuk? Milyen passzívak és lusták tudunk lenni az Úrral való közösségünkben? Pontosan amiatt, mert megcsal a szívünk, és azt gondoljuk, hogy már elvégeztük. Hát megtértünk. Dicsőítünk, Gyülibe járunk. Még szolgálunk is.
és semmi több. És milyen nagyszerű, az Isten fölkínálja, hogy van több. Lehet velem találkozni. Lehet velem közösségben lenni. Kinyilakozhatom magam neked. És a új szívvel kapcsolatosan, amit Isten ad, csak nézzetek Dávidra, Zsoltárokban. Szívből imádkozta. Szóval mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, és erősíts meg az én lelkemet. Tehát amit rólad begyűjt a szívem, benyomja a lelkemben, te vele telje meg az én életem. Aztán Ezékiel proféta, eltávolítom testükből a kőszívet, az érzéketlen keménységet, és 20 szívet adok nekik. Ilyen Isten, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, népem lesznek, Istenük leszek, Isten teszi ezt. Nem tudsz az Istennek tetsző életet élni magadtól. Nincs benne a programban, hogy elmegy egy Isten tisztelettől, fölgyűröd az ingóját, na most megcsinálom. Ez nem megy. Megmutatja Isten, hogy milyen vagy te, és ha Isten munkálkodott, nem az ördög, akkor ő kinyilakozhatja magát neked. Mert a Szent Szellem az erő, a szeretet és a józanság szelleme. És nem csak elkezdi a munkát az Isten, hanem be is fejezi. És ha szabadítást küldött neked az Isten, akkor meg fog tartani téged holnap is. És meg fogja őrizni az életedet. Beszél Isten utálatos bálványokról, azt mondja Ezékiel 18.31-ben, hagyjátok el a vétket, újuljatok meg a szívetekben, és a lelketekben, látjátok? Megint a kettő együtt. Térjetek hát meg, hiszen nem kívánom a halandó halálát. Így szól az én Uram, az Úr. Térj hát meg, és élj. Új szívet adok neked. Eltávolítom testedekből a kőszívet ismét. 20 szívet adok neked, Ezékiel 36-ban. Azért teszem ezt, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Megtartsátok és teljesítsétek azokat. Ez én népem lesznek, én pedig Istenetek leszek. Látjátok? Ez nem tőled van. Isten teszi ezt veled. Ez a nagyszerű benne. Én, értsétek meg, amíg jártam gyülekezetbe, délelőtt elmondtam nektek, mellette jártam a diszkóba. Parázna életet éltem. Csütörtökön ifjúsági, pénteken biblióra, szombaton diszkó. És nem volt probléma. Amikor találkoztam Jézussal, és elmentem szombaton, mert mindig úgy szoktam csinálni a diszkót, akkor világosságot kaptam, és megundorodtam az egésztől, ami ott történik. És nem állt mellém a lelki pásztor, fogva a fülemet, hova mégy? Hanem megutáltam az egészet. Miért? Mert fény jött az életembe, az Isten világossága, és nagy kincset találtam. És azt mondtam, hogy nem kell már az, ahogy eddig éltem. Nem elvonókúra kellett, hanem szabad, megszabadított az Isten. És tudjátok, hány embert láttam, bejött, dohányoztak, jöttek a gyülibe, átadták az érdeket Jézusnak, és elhagyálták a cigarettát. Nem kellett elvonók úrra, megszabadultak. Miért? Mert találkoztak Jézussal. Új szívet kaptak. És ezért tudták teljesíteni a parancsolatot. Miért? Mert ebben az új szívben mindaz, ami beáramlik az életünkben, az Istenhez mérjük. És különbséget tudunk jó és rossz között tenni. Szívvel hiszünk, és szájjal teszünk vallást. Isten szent lelke ma is itt van. És munkálkodik a szívedben, az életedben. Különféleképpen dolgozik. Nem ugyanazt végzi bennünk, mert mások vagyunk. Személyre szabottak. A kérdés az, hogy most elkezded a saját szíved szerint mélegelni azt, amit hallasz, vagy nagyobb fény volt, ami beállott az életedben, mint valaha is láttál. Ugyanis az emlékeink, azok bekavarnak. Fölzaklatnak. Néha úgy zubognak az emlékeink, mint ahogy a víz for, és nyomja vissza a lelkünkből, a szívünkbe, a félelmet, a szorongást, és sok mindent. Amikor találkozol Istennel, megszűnnek ezek. Nem számítanak. Mert oly bizalom, és oly reménység támad benned, hogy már nem kell úgy élnem, hogy eddig éltem. Lehet újat kezdeni. És ez az örömhírem, az evangélium számodra. Hirdetem neked az örömhírt. Lehet újat kezdeni. Meg lehet térni. Nem kell úgy élni, hogy az apád élt, vagy az édesanyád. Ha meg példát adott, akkor te is élhetsz úgy. Követheted az életpéldájukat a hitben.
Nem kell magadat kihúzni a hajadnál fogva a sálból, a bűnből, a mocsokból, Isten meg tud téged szabadítani. És szól hozzád, gyere ki a fényre. Gyere ki a fényre. Bíz bennem. Szeretnék most lehetőséget adni arra, hogyha Isten szólt hozzád, akkor imádkozzunk együtt. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy elfárasztott a megfelelési kényszer. Annyi embernek, még Istennek is, saját erődből próbáltál megfelelni, és rájött, hogy ez nem fog menni. És most megértetted, hogy le lehet rakni ezt Isten elé. Azt mondom, Uram, itt vagyok. Változtass meg, szabadíts meg. Töltsd be szent lelkeddel. Jézus azt mondta, hogy elküldöm a pártfogót, a vigasztalót. Bennetek lesz. Eszetekbe jutott mindent. Erőt ad nektek. A programban nem te vagy benne, hanem Isten. Isten cselekszik. Adjuk magunkat hozzá. Lehet megterült a szíved a bűnök miatt, a vétkek miatt, és a romlott szívedből arra következtetés jutott, hogy mindenki hibás, csak te nem. Ez a világ. Ilyen bűnös világban élünk. Neked is ettől bűnbe kell élni? Mert a világ ilyen. Nem. Nem. Neked van szabadítód. Meg lehet térni. Helyre lehet tenni a dolgainkat. Lehet tele van a hócipőd a gyülekezettel. Várj. Nem a gyülekezhez kell megtérni, hanem Istenhez. Krisztus által. Ne a gyülekezetet nézd. Ne az embereket nézd. Nézd Jézusra, aki meghalt érted a kereszten. Csendesedjünk most el, és kérlek egy kicsit szánj időt ebbe a belső kommunikációba. Beszéld meg a lelkeddel. Mit kezdesz azzal, amit ma Isten szólt hozzád? És aztán lehetőséget adok arra, hogy együtt imádkozzunk, akik szeretnék és elfogadják, hogy ilyen módon imádkozzam értük velük. Szeretnélek most kérni, hogyha Isten szólt a szívedhez, és személyesen megszólított, és megtisztelsz adja azzal, hogy imádkozhatok veled, és imádkozhatok érted. Kérlek, állj fel a helyeden, és fejezd ki Isten felé, hogy Uram, itt vagyok. A te fényedre jövök, a világosságra jövök. Változtass meg. Szabadíts meg. Neked adom az életemet. Hogyha van ilyen közöttetek, akit Isten személyesen szólított meg, akkor kérlek, állj fel a helyeden, és jelezd ezt ezzel, hogy Uram, itt vagyok. Megszólítottál. És én válaszolok erre. Beszélj meg a szíveddel, és figyelj Istenre. És ha megtisztelsz azzal, hogy imádkozhatok érted, akkor kérlek, állj fel a helyeden is. Szeretnék veled együtt és érted is imádkozni. Jönnek a gondolatok, mit szólnak mellettem, körülöttem, és mit számít? És mit számít? Mégis kit érdekel? Isten előtt vagyunk. Nem ez a legfontosabb? Hagyjuk az alakoskodást, a képutatást. Van-e még valaki, aki ezt szólt Isten? Tudod nagyon jól, Isten ismeri a szívedet.
Van olyan, hogy úgy érezzük, Jézus mellettünk állt meg. És tudjuk, hogy megfoghatjuk a kezét most. Vannak pillanatok, amelyeket elengedhetünk magunk mellett, és nem jönnek vissza. Ha Isten hangját hallottad, vagy most is ott lükted benned a Szentlélek szava, akkor nem mással foglalkozz. Hát mondd azt, Uram, itt vagyok. Szeretlek téged. Van-e még bárki? Veled együtt állok oda. Minden nap szükségem van az Úrra. És olyan hálás vagyok neki, hogy jöhetek hozzá. Olyan hálás vagyok érte, hogy úgy, ahogy vagyok. Még én egyszer és utoljára kérdezem, nyilván ez csak most, ebben a pillanatban, percben történik így. Nem gondolom, hogy Isten lemond bárkiről. Még egyszer kérdezem, hogy van-e még valaki? Igaz, milyen bátorság kell hozzá? Vagy milyen nagyszerű, amikor azt mondod, itt vagyok, Uram. Olyan sokat törődünk azzal, hogy mit mondanak rólunk az emberek, és oly keveset, hogy mi az Isten véleménye. Pedig ez a legfontosabb. Kérlek, imádkozz velem, hogyha szívedben egyetértesz azzal, az Isten igéje alapján, amit én most mondatról mondatra fogok mondani, akkor kérlek, hogy gyere velem és imádkozunk. Ti pedig, akik helyeteken vagytok, magatokban imádkozzatok a mi testvéreinket. Kérem, hangosan mondjátok majd utána. Mennyi édesatyám, te alkottál, te teremtettél, te adtál nekem életet. Köszönöm, hogy úgy szeretsz, ahogy vagyok. Megdöbbent ez engem, Uram. Tudom, nem érdemlem, de köszönöm, hogy kegyelemből van. Köszönöm a fiadat, Jézus Krisztust, hogy az én bűneimért szenvedett. Úr Jézus, felfoghatatlan számomra, hogy ennyire törődsz velem, hogy így megaláztad magad. Itt a szívem, itt az életem. Tégy rendet abban. Szabadíts meg. Változtass meg, töltsd be szent lelkeddel, hogy növekedjek a te megismerésedben, a szent életben, a neked való szolgálatban, szabad szívvel. Köszönöm, hogy nem kell alakoskodnom, hogy elhagyhatom a képmutatást, a titkolózást, hiszen úgyis mindent látsz, mégis szeretsz. Köszönöm szabadításodat, kegyelmedet, jóságodat, vezess tovább, és én követlek kegyelmedből. Ámen. Ámen. Dicsőség az Úrnak. Lesz lehetőség most majd, ha úgy látjátok, hogy van szükségetek rá, és bátorítalak is titeket, személyesen is esetleg imádkozni lelki gondozókkal. Nem tudom, kint esik az eső, segítsetek már. Esik kint? Akkor itt oldalt, gondolom az a célszerű, Péterre nézek, Péter mondja, hogy hátul. Tehát akkor a lelkigondozókat kérem, hogy hátra menjünk már oda, és ha valaki szeretne imát kérni, vagy akár bűnt rendezni, bűnt vallani, vagy ima támogatást kérni, akkor készek vagyunk szolgálni felétek. Együtt oda menni az Úrhoz. Isten áldjon meg benneteket. Köszönöm a figyelmeteket.